Szevasztok, Peti vagyok, és a Zava Group média csatornát nézitek. Ma egy nagyon érdekes helyre, a Veresegyházi medve otthonba viszlek el benneteket. Ha érdekel a téma, maradjatok velünk, és nézzétek végig ezt a videót. Lássunk is neki! A Veresegyházi Medve otthont Medve Menhelyet 1998. november 24-én nyitották meg 3,5 hektárnyi területen. A menhelyen a medvéknek 8 darab külön bejáratú barlangot építettek ki, hogy minél otthonosabbá tegyék a medvék számára az ott létet. A medve otthonban farkasokkal is találkozhatunk, 2000-ben telepítették ide be azt a farkas családot, amit ma napinnan meg lehet tekinteni. Itt nagyon fontos elmondani, hogy minden nap, ha jól emlékszem, kétszer van farkas etedés, és ezen farkas etetések során az ottani szakemberek rendkívül sok fontos és nagyon érdekes információt adnak a farkasokról és a medvékről, például arról, hogy hogy kell viselkedni akkor, hogyha ezekkel a vadállatokkal esetleg a természetben magunk is találkoznánk. Egyéb iránt a medve otthonban nem csak farkasokkal és medvékkel tudunk találkozni, hanem rengeteg egyéb kis állattal, mint például mosómedvével, vörösúrú ormányos medvével, rénszarvassal, lámával, emúval és csincsillával is találkozhatunk. Nem beszélve a törpemalacokról, házi nyulakról és a kameruni tölpekácskékről. Bár most jut eszembe a házi nyulakról, hogy a videó későbbi tartalmait gyenge idegzetűeknek nem ajánlom, mivel a farkasokat bizony házi nyulakkal atetik. Igaz, azok le vannak fagyasztva, de akkor is. Azon túl, hogy a medve otthon egy rendkívül jó kezdeményezés arra, hogy összekösse a modern embert az egykor Magyarországon őshonos állatvilággal, rendkívül jó attrakciókkal is vonza a nézőközönséget, lenyűgözve ezzel kicsit és nagyot. Még a parkoló előtt látható egy rendkívül jó állatsimogató, ahol inkább gazdasági állatok, tehát tehenek és egyéb háztályi állatok, mint például disznók és kecskéket lehet simogatni. Másrészt a bejárat előtt mindenféle nagyon érdekes utcai árus van, ahol például növényeket, kaktuszokat és kézműves termékeket lehet vásárolni. A bejáraton túl egy nagyon jól felszerelt kis játszótér van, ahol a kisgyerekek, mikor már megunták a és szeretnének a felnőttek is kicsit lepihenni, akkor a játszótéren nagyon jól el tudják tölteni a szabad idejüket. Tovább haladva pedig egy nagyon finom vendéglő kantin található, ahol igazán hagyományos izekkel várják a vendégeket. És azt hiszem, nem Túlzás, hogyha azt mondom, az egész medve otthonnak a legnagyobb attrakciója az, hogy a medvéket lehet mézzel etetni. Ehhez hozni is lehet, illetve a helyszínen is lehet vásárolni megfelelő mézet. A medvék karámját körbevevő kerítésen helyenként el vannak helyezve fakanalak, amikkel átnyúlva a rácson etetni lehet a medvéket. Amint körbejárjuk a medbe otthon területét, nem csak közvetlen a bejárat mellett több más helyen is találunk kisebb játszótereket, ahol a gyerekek kicsit kitombolhatják magukat, a felnőttek pedig leülhetnek egy pillanatra. Arra azért felhívnám mindenki figyelmét, hogy a medveotthon nagy részén nem igen van árnyék, ezért érdemes magatokkal vinni megfelelő napvédelmet vagy napernyőt, mert a kisgyerekek is és a felnőttek is elég hamar ki tudnak tikkadni. Tehát mindenképpen azt ajánlom, hogy mindenki legalább egyszer menjen el a medve otthonba, nézen körül, és döntse el maga, hogy mennyire fantasztikus egy hely. Mi nagyon szeretjük, rendszeresen járunk el unokahigainkkal, és van, amikor mi csak kettesben a feleségemmel is elmegyünk megnézni a macikat. Ha tetszett a videó, nyomjátok meg a like gombot, iratkozzatok fel a csatornára, és hozzátok meg a videót barátaitokkal is, hogy ők is információt szerezhessenek a Veres Egyházi Medve otthonról. Szervusztok!